Mai vendégünk Plósz Csilla Margit, a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola megbízott igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi nézőjét. Hogyan indult a zeneiskolában a 2023-24-es tanév? Ugye bizonyára a városban sokan hallottak róla, hogy átszervezés történt a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, hiszen három tagintézményből állt ez az iskola, a Kovács, a Kiskulcsos és az Erkel tagintézmény. A nyár folyamán az Erkel tagintézmény, a művészeti iskola kivált a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából, és önállóan kezdi meg az életét Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola névvel. Ez ugye azzal járt, hogy újra kellett az iskola életét szervezni, hiszen más lett a vezetői struktúra az iskolában, a feladatok ellátását is más struktúra szerint, szervezés szerint látjuk el, illetve a dokumentumainkat is újra kellett gondolni és újra kellett írni, tehát mozgalmasan indult ez a tanév, és ehhez még csatlakozott az is, hogy ugye a gyerekek beiskolázását, hiszen ilyenkor szeptember elején még pótbeiratkozást szoktunk tartani a művészeti iskolába, még azt is koordinálni kellett. Milyen tanszakokkal és hány fővel kezdték meg a működést az új tanévben? A szokásos tanszakokkal 16 fő pedagógus látja el az alapfokú művészetoktatási feladatot. Az ütőtanszak, a magánének tanszak, a gitár, a hegedű, a mérészfúvós, a trombita, vonósok közül a cselló, a hegedű, a furuja, klarinét, zongora, kamarazene, képzőművészet tanszakokkal indult a 2023-24-es tanév. A gyerek létszám most per pillanat 181 fő, ami nagyon jónak mondható. Mi is csodálkozunk ezen a létszámon, de örülünk, hogy egyre több gyermek jelentkezik a művészeti iskolába. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy az elmúlt évek statisztikai adatai alapján, vagy ahhoz való képest mennyiben növekedett, illetőleg mennyivel többen jelentkeznek, de hát ugye itt a számadat igazolja, hogy sokan, sokan zeneiskolások. Így van, és úgymond várólistánk is van, mert vannak olyan tanszakok, ahol sajnos véges a kapacitás, és vannak olyan gyerekek, akik még várakoznak, tehát ez a létszám még emelkedhetne, de hát várunk még pedagógus kollégákat, és ha ők majd érkeznek, akkor ezt a számot még tudjuk növelni tovább. Melyek a legnépszerűbb tanszakok? Hát természetesen az ütőtanszak. Miért egyébként, ami esetleg ez közelebb áll? Az ütősök, tehát a gyerekeket vonzza a sok-sok ütőhangszer. Tehát ütőtanszakon nem csak egy hangszeren tanulnak a gyerekek. Ott tanulnak ritmushangszeren, és tanulnak dallamhangszereken is, és úgy gondolom, hogy a gyerekeknek ez egy olyan varázslatos világ, és ezért vonzódnak hozzá. Aztán ott van a másik nagyon közkedvelt tanszak, az a zongora. Ugye azt meg mindenki ismeri. És hallja, hallgatja, és szeretne rajta játszani. Tehát az még a nagyon közkedvel, és a többi tanszakon a megfelelő gyereklétszám megvan. Egyébként azt is el kell mondani, hogy a gyerekek nem csak hangszert választanak sokszor, hanem tanárt választanak. Tehát ha szimpatikus nekik egy-egy pedagógus, akkor arra hangszerre iratkoznak, mert szeretnék, hogy az a pedagógus tanítsa őket. Megütötte a fülemet, hogy egy képzőművészeti tanszak is van. Ugye a képzőművészetnek számos ága van. Mi az, amit itt előnyben részesítünk? Nálunk a festészet grafika az, amelyet tanítunk. A képzőművészet tanszakunk egyébként a Kovács Mihály iskolában, a telephelyünkön, hiszen az telephelyünk, ott működik a képzőművészet szaktanteremben, és Bacsó Andrá tanárnő vezeti ezt a foglalkozást. Ide is még nagyon sok szeretettel várunk gyerekeket. Itt aztán kedvükre rajzolhatnak, festhetnek a gyerekeket, és sok-sok technikát kipróbálhatnak. Sok mindenről beszélgettünk, mert már azért lehetett szemezgetni, de mégis mi a 2023-24-es zeneiskolai tanévnek a fő célkitűzése? Hát az első és legfontosabb a művészeti iskola megerősítése itt a városban. Úgy gondolom, hogy
jó úton járunk, hiszen 1947 óta van itt Karcagon zeneoktatás, és az eltelt 75 év alatt én úgy gondolom, hogy igen, jelentős szerepet töltött be itt a városban. Szeretnénk ezt a pozíciót megőrizni, illetve tovább fejleszteni. Illetve a következő éveknek a célja pedig az, hogy bővíteni mind a tanszakok számát, mind a tanított hangszerek számát, a pedagógusok számát és a zeneiskola növendékeinek a létszámát. Igazgatónő, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a tartalmas tanév programjáról is mely másról beszámolt nekünk, és nagyon jó munkát kívánok az elkövetkezendő időszakra önnek. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen az érdeklődést.